90-es évek derekán a Magyar Írószövetség anyagi és politikai nehézségekkel egyaránt szembesült. Jókai Anna után Tornai József ült az elnöki székbe. Az Írószövetségi elnöki tisztet Jókai Annától vetted át. Meglehetősen viharos periódussá kerekedett ez. Hogy emlékszel vissza a részletekre? Két jelölt volt, Görgei Gábor meg én. És mind a ketten hát előadtuk a programunkat. Miután én oda mentem a Gáborhoz, mert eszemágában semmi kedvem nem volt Írószövetségi elnökké válni. Úgyhogy mondtam a Gábornak, hogy én azt szeretném, hogyha te győznél. Mert akkor én, mert mindenki győzködött engem, hogy vállaljam, vállaltam a jelölést, mondom, de azt szeretném, ha te győznél. Hát sajnos borzasztó kevés szavazatot kapott, úgyhogy így lettem elnök. Hát rengeteg részletet említhetek. A legfontosabb részlet az az egész volt, hogy úgy mondjak egy ilyen paradoxont, mert tökéletes lett a pénztelenség. Tehát az Anna idejében még megvolt az állami támogatás, tehát mit tudom én, mondjuk ezt úgy tudom jellemezni, hogy ha jól emlékszem, 11 állandó tagja volt a szövetségnek, különféle beosztásban voltak ezek a nők és férfiak. Na most hát ezt a létszámot, miután én lettem az elnök, mivel a támogatás az, meg tudom én, felére vagy negyedére csökkent az állami támogatás, hát a legtöbbjüket el kellett bocsájtani. Mi indokolt azt, hogy az Írószövetség támogatását ilyen mértékben csökkentsék? Arra hivatkoztak, hogy hát erre nincsen pénz. Az én dolgom elsősorban az volt, hogy pénzt kunyeráljak innen-onnan bankoktól. Tudod? Akár külföldi bankoktól, akár magyar bankoktól, és lehetett, akkor még lehetett kapni a bankoktól pénzt, csak oda kellett menni, nem Tornai Józsefnek, hanem egy 900 fős, nagy tekintélyű írószervezet képviselőjeként. Nem nekem adták a bankok a pénzt. Például emlékszem a következő esetre, hogy elmentünk a kereskedelmi bankba, és hát a bankigazgatójától kértem 3 milliót. Azt mondta az igazgató, hogy rendben van, megkapjátok a 3 milliót, ugyanis megnéztem, hogy ez nem egy MDF szervezet, ugyanis azt mondja, hogy ne haragudj, én azt hittem, hogy ez egy MDF szervezet, de hát ez éppen úgy SZDSZ szervezet is, hát mondom, nem értelek. Hát az Írószövetség nem, eleve nem politikai szervezet. Nem is szeretném, ha az volna, egy különféle pártállású írók vannak együtt, hála Isten, még akkor eléggé békességes állapotban, és akkor kijelentette, hogy rendben van. Ugyanis az volt a legnagyobb gond, hogy ez a ház mind a mai napig a kerületé. A törekvésem az volt, hogy a kormány vegye meg. Ez a székház mizéria azért meglepő, mert például az Újságíró Szövetség megkapta saját használatba a székházát. Pontosan erre hivatkoztam állandóan, hogy miért vásárolták meg, miért kapta meg, hogy is mondjam, tulajdonként az Újságíró Szövetség, miért nem kaphatja meg az Írószövetség. Ráadásul ugye egy utcában, a Bajza utcában volt mind a kettő. Nem lehetett igazán elintézni, kellett fizetnünk a bért. Kiderült, hogy hát azt az előkelőséget, hogy az Írószövetségnek 2 sofőrje van, és 2 saját autója van, azt nem csak hogy felére kell venni, hanem el kell adni mind a 2 autót, és el kell bocsájtani mind a 2 sofőrt. Amikor mondtam neki, hogy János, én nagyon sajnálom, de nincs meg a költségvetés ahhoz, hogy magát megtarthassam, tehát kénytelen vagyok fölmondani. Hát nem tért magához. Hát ő ahhoz volt szokva, hogy írószövetségi elnökök jönnek, mennek, és ő mint sofőr, hát ő mindörökre marad. Vezető állásban. Igen. És az is nagyon érdekes volt, hogy
De miután ezt megtettem a pénzügyi igazgatóval megegyezve, mert kiszámítottuk, hogyha én taxit használok, akkor is csak negyedébe kerül, mint hogyha én sofőrt és autót tartok, tudod? Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy ez egy óriási gazdasági előny, és emlékszem, hogy Anna, akivel rendkívül jó viszonyban voltunk, mint hogy máig is vagyunk, azt mondta, de hát akkor nem lesz tekintélyed, ha te taxival mész. Hát mondom, ne haragudj, ne, az írószövetség elnökének nem attól van tekintélye, hogy taxival megy, vagy saját kocsival. Ennek nincs jelentősége, úgyhogy ezzel nem törődtem. Nagyon érdekes volt Földeák Ivánnak az esete, aki ugye hát a korábbi években, hát ő volt a szovjet irodalomnak az összekötője, a Magyar Írószövetség és a Szovjet Írószövetség, illetve hát a szovjet írók között is. Hát ő valahogy nem fogta föl, hogy a láncból ez a szovjet kapcsolat, ez ugye 90 után teljesen kiesett. A Szovjetunió meg is szűnt. Hát az, mint hogy a Szovjetunió megszűnt. Na most hát ebben a helyzetben, hát Iván hát fölöslegessé vált. Tehát azok közé került, akiket el kellett volna bocsájtanom. De én a kortes beszédemben elmondtam, hogy két nagyon fontos dolgot akarok elérni. Az egyik az, hogy a külföldön élő magyar írók, akik már akkoriban is lehettek tagok, de hogy lehessenek vezetők is, tehát akár elnökök, akár elnökségi tagok, akár választmányi tagok, ugyanis az egyesülési szabály úgy szólt, hogy csak magyar állampolgár lehet vezető. Tag, az közönséges tag lehet külföldi állampolgár is, de vezető csak magyar állampolgár, csak nemzetközi egyesületekbe lehet. És erre én azt mondtam, hogy na de hát most már van itt egy csomó külföldön, felvidéken, Erdélyben, délvidéken élő magyar író a szövetségben, hát ez egy nemzetközi szervezet. Tehát akkor elfogadtattam az elnökséggel meg a választmánnyal azt, hogy bárki lehet választmányi tag, elnökségi tag, és hát ez így is történt. És ezt elmondtam már az úgynevezett kortes beszédemben, ez volt az egyik programpontom, ezt sikerült megvalósítanom. A másik programpontom az volt, hogy mint hogy teljesen reménytelen lett az írószövetség viszonya a kiadókhoz. Ugye ez egy őrületesen fontos dolog. Megjelent 1000 kiadó ugye a sajtószabadság világában. Hát nagyon nehéz lett volna a korábbi viszonyoknak megfelelően ilyen vagy olyan érdeket képviselni az írószövetség részéről a kiadókkal. Én azt mondtam, hogy csináljunk ugyanolyan könyvügynökséget az Írószövetségen belül, mint amilyenek Amerikában és bármelyik nyugati országban működnek. Hát tapasztaltam, hogy ott beviszed a kéziratot az ügynökségre, és azok kézkönyvet a honoráriummal a kezedbe nem adják neked, semmi más dolgod nincsen. Úgyhogy ezt elmondtam Ivánnak, tehát Földeák Ivánnak, hogy Iván, ennek te leszel a vezetője. És azt kértem tőle, hogy állítsa össze ennek a fölépítését, működési módját, hogy adják be a kéziratot, hogyan olvassuk el, mert azért azt ugye hogy támogassuk-e valamely kiadónál, hát ahhoz azért ismerni is kellett, hogy mit ér ez a munka. Na most erre ő írt egy olyan programot másnapra vagy harmadnapra, amelyben valamiféle jogi képviseletről írt. Tehát, hogy az Írószövetség vállalja azt, hogy a kiadókkal szemben jogvédelmet vállal az Írószövetség. Mondtam, Iván, én nem erről beszéltem. Nem tudunk szót érteni, bocsáss meg. Így meg kell válnunk egymástól, mert ha ilyen ügynökség itt nem működik, akkor te fölösleges vagy. Na most hát ugye ő szintén nem volt hozzászokva ahhoz, hogy ő kimozdítható a pozíciójából, hát ez neki rendkívül szilárd volt a szovjet kapcsolat miatt a pozíciója, úgyhogy irtozatosan megsértődött, azt mondta, hogy ide megy, oda megy, meg amoda megy. Mondom, Iván, te mehetsz akárhova, én nem kinevezett vezető vagyok, én megválasztott vezető vagyok, te elmehetsz a köztársasági elnökhöz is, az sem tehet semmit. Úgyhogy
Aztán akkor egy hétig tartott a harag, és végül bejött egy üveg pezsgővel, és azt mondta, hogy megértette, és hát helyreállt a jó viszony közöttünk. Tehát ilyen módon kellett leépítenem az írószövetség apparátusát, mondom 12-ről, nem is tudom, 5-re vagy mennyire, mert ennyi fért bele a költségvetésbe. Az elnöki működésedet Gyergyó Remetén kezdted, ez is egyfajta szimbolikus debütálás volt. Mi történt ott pontosan? Hát ugye Tibor meghalt közben. Cseres Tibor, és hát úgy döntöttünk a Gyergyó Remetéiekkel együtt, hogy ott hát a szülőfalujában egy mellszobrot állítunk az emlékére, és hát erre természetesen meghívtak, de hát én el is mentem, és rendkívül nagy szeretettel fogadtak. Már éjszaka érkeztünk meg, az időjárás miatt nagyon lassan értünk oda, de ezek éjfélig is fönn voltak a művelődési házban a székelyek, és mindnyájunkat elhelyeztek, mert több Ács Mara is jött, úgyhogy ketten voltunk írók, és másnap pedig egy hatalmas ünnepség volt a falu főterén, ahol felállítottuk a szobrot, ahol hát a helybeliek is beszédet mondtak, én voltam mondjuk az, aki hát a legfontosabb szónoklatot megtartottam a Tibortól, majd utána volt egy nagy fogadás, szóval ez a maga teljes ünnepélyességében és méltó módon a Tibor emlékéhez zajlott le, és nekem nagyon emlékezetes napom ez a Gyergyó Remetei nap. Az elnökséged idején elég erőteljesen zajlott a médiaháború. Erről milyen emlékeid vannak? Az Írószövetségnek mennyire kellett részt vállalnia ebben a médiaháborúban? Nézd, akkor kezdett az kialakulni, hogy az Írószövetség mondjuk így egész egyszerűen liberálisnak nevezhető tagjai elkezdték bojkottálni a rádiót. Ez a Csúcs László féle elnökség. Ez a Csúcs László féle elnökség volt. Na most akkor utána megindult az a támadás, hogy Csúcs Lászlónak mennie kell, mert ő ilyen meg olyan nacionalista, már jó Isten tudja, miféle vádakat találtak ki ellen. És végül aztán oda jutott a vita, hogy egy közgyűlésen Rész Pali, aki hát nekem régi barátom volt, fölállt és azt mondta, hogy az lenne a leghelyesebb, hogyha az Írószövetség választmánya kiadna egy sajtónyilatkozatot, amelyben a leghatározottabban kéri ennek az antidemokratikus hatalmi megszállottnak, Csúcs Lászlónak a távozását. Ő ezt a javaslatot tette a választmányban. Mire én azt mondtam, hogy Pali, hát tudod jól, hogy nekünk más a véleményünk. Nektek, meg nekünk más a véleményünk. Ez nem politikai szervezet, ez természetes, hogy itt más politikai vélemények vannak. Úgyse fogjuk tudni egymást meggyőzni, tehát mi nem fogadjuk el azt, hogy egy ilyen nyilatkozat az egész szövetség nevében kerüljön be a sajtóba, ti nem fogadjátok el azt, hogy semmi se kerüljön be a sajtóba, van egy megoldás. Itt van a zongora, megírtok egy szöveget, és aki egyetért Csúcs László leváltásának a követelésével, oda megy és aláírja. És akkor ezt elfogadták. Hát ez volt az elegáns diplomáciai megoldás, és akkor úgy jelent meg a sajtónyilatkozat, hogy az a 30 vagy 40 vagy nem tudom hány liberális író aláírta, de ez nem az Írószövetség nevében jelent meg. Úgyhogy ilyen módon nekem Csúcs Lászlóval sikerült a jó viszonyt fönntartanom, mert mi nem léptünk föl ellene, mi nem helyeseltük a rádió bojkottját, és főleg aztán ugye bojkottal kezdődött, majd ugye ott csúcsosodott Csúcs Lászlónál ugye a támadása az Írószövetség ellen. Szóval ez így zajlott le, és így lehetett kimászni ebből a csapdából. Mindenki úgy képzelte el egyik oldalon, meg a másik oldalon is, hogy ez vagy egy baloldali szervezet, vagy egy jobboldali szervezet. Egyszer csak kaptam egy levelet Münchenből, a Német-Magyar Társaságtól, amely még Jókai Annának adott egy nyomdagépet,
és azzal nyomtattuk az Írószövetség közleményeit, meg azzal készült a két lap is, tudod, a kortárs is, meg a Magyar Napló is. Kaptam egy levelet, hogy ezt a nyomdagépet, mert nem tartottuk be a szerződés föltételeit, amit még annak kötött, mert beszéltem vele, tehát erre hivatkozva azonnal szolgáltassam vissza. Mire én azt mondtam ott az elnökségben, hogy gyerekek, mi erre nem válaszolunk semmit. Aminek az lett a következmény, hogy egyszer csak jött egy úr ebből a német-magyar társaságból, és elmondta, hogy jaj, hát az a levél egy tévedés volt, mert mi azt hittük, hogy ez egy baloldali liberális szervezet lett ez az Írószövetség, és hát mi annak nem akartunk segíteni, de hát most ez kiderült, hogy hát ez se nem liberális, se nem ilyen, hanem hát ez egy írószervezet, úgyhogy akkor ez a levél nem érvényes, maradhat a nyomdagép. Tehát a másik oldal is megvizsgálta az Írószövetséget, tudod, hogy ez nem egy baloldali szervezet. Szóval ilyen mulatságos félreértések vettek engem körül. Hogyan értékelnéd az elnöki ciklusodat? Mennyire sikerült az elképzeléseidet megvalósítani? Az sikerült, hogy bekerült László Fiali mondjuk az elnökségbe, mások bekerültek. Nagyon sokan, 10 vagy 15 vagy talán 20 erdélyi, meg délvidéki, meg felvidéki íróköltő bekerült a választmányba. Rendkívül élénkek maradtak a külföldi írószövetségekkel a kapcsolatok. Van egy úgynevezett Európai Íróegyesület. Magyarország ennek nem volt a tagja. Én voltam az, aki beléptette Magyarországot ebbe az Európai Írószervezetbe. Ugyanakkor lépett be Románia is. Anna Blondiana, ez a kitűnő költő, képviselte a románokat. Olyan szempontból kiábrándító volt ez az Íróegyesület, hogy ott irodalomról egyáltalán nem esett szó, csak pénzről. Nem sikerült viszont ez az irodalmi ügynökség. Azóta sem működik Magyarországon ilyen irodalmi ügynökség, pedig ez nagyon célszerű volna, de hát ez úgy látszik az itteni körülmények között nem valósítható meg, szóval ez nem sikerült. Hogyan látod a 21. században a Magyar Írószövetségnek milyen jövője lehet? Ugye gyakran mondták azt vádként rá, hogy egy sztálinista szervezetként alakult, de hát sztálinizmus már nincs, viszont itt a 21. század. Nézd, nekem az volt a tapasztalatom elnökként, hogy hát mondjuk egy metaforával élve az elnök az úgy szerepelt ott, mint egy fogorvos. Tehát ott volt az elnöki szoba, fogadóóra két naponként, és ugye úgy jöttek oda az írók, és álltak sorba időnként, mert ugye előre megbeszéltük, hogy mikor van időm ezzel vagy azzal a barátommal vagy írótársammal beszélni, és hát millió ügyet kellett, kiadás, jog, mit tudom én, micsoda. Szóval írtozatos ügyintézés volt, nagyon fárasztó ügyintéző munka, mint egy fogorvos, aki egymás után ugye várja a pácienseket és intézi el a dolgokat. Bejött egy nagyon ismert regényírónak a fia, és elmondta, hogy az ő apját 2 évvel ezelőtt Törökországból jövet a jugoszláv határon, hát akkor még volt Jugoszlávia, elfogták, mert az autó ajtajában kábítószert találtak. Belgrádba 2 évre ítélték kábítószer csempészetért, egy Belgrádtól délre lévő börtönben raboskodik, és hát az Írószövetség tudna segíteni. Na most nekem az volt a szerencsém, hogy akkor volt elnök az az Amerikából az a származott szerb milliómos. Ő annyira liberális volt, tehát ő nem volt már egy ilyen igazi szerb, mert tehát Amerikából jött, és egy magyar jogászt, a Váradi Tibort tette meg igazságügyi miniszterré. Most Tibor nekem régi barátom volt, úgyhogy fölhívtam Tibort, és elmeséltem neki ezt az esetet, hogy XY írótársuk már 2 éve Dugykóban van, hát mit lehetne csinálni? Tibor azt mondta, hogy öregem, engem nem érdekel, hogy csempészette vagy nem csempészett, 1 évet leúzott, most pedig hazamegy. De 2 napon belül itthon volt a fiú, érted?
és utána bejött a fiával együtt, és hálálkodott, hogy megszabadítottam őt a börtönből, de ha véletlenül nem Váradi Tibor, az igazságügy miniszter Jugoszláviába, te egy magyar, akkor nem tettem volna semmit. És mondom neki, tehát borzalmas lehetett egy Belgrádtól délre lévő abszolút balkáni börtön, már nem tudom kérdezni, de hogy is, azt mondja, 40-en voltunk egy cellában, már az is szörnyű lehetett, és tudod, kik voltak ott? Feleséggyilkosok. Mert ott még az a szabály, az a törvény, hogyha rajta kapja a férfi az asszonyt, akkor annak el kell vágni a nyakát, mert ha nem vágja el, akkor ő egy nagy senki. És azok ott mesélték az ő történeteiket, azt mondja, hogy 100 évre való regény anyagon van együtt, tudod? Ez volt az egyik ilyen nagyon érdekes eset. Közben lezajlott a román forradalom. És én akkor mentem viszontlátogatásra Bukarestbe, mint írószövetségi elnök, és akkor elkészült a Magyar Kulturális Központ, egy szupermodern épület. Ott volt egy hatalmas ünnepség a románokkal, majd átmentünk a Román Írószövetség épületében, ami egy ilyen királyi palotta, itt aranyozott oszlopok, és szóval, mint egy korintoszi, micsoda, az teljesen keleti görög világ, űrületes barátság és ünneplés, egész éjszaka nem győztem eleget gyakorolni a francia nyelvet, mert ugye románokkal csak franciául, de hát nekem az sem volt probléma. Szóval olyan őrülten oldott állapot viszonyba kerültünk akkor a románokkal, minthogyha mindörökre a legjobb barátok lettünk volna. Írókat nálunk nem képeznek, úgy, mint festőket, zenészeket, tehát nincs irodalmi akadémia, hogy végül kapsz egy diplomát. Az írószövetségi tagság az egy beavatás. Tehát tulajdonképpen egy majdnem, hogy is mondjam, vallásos vagy misztikus beavatási formula, hogy te az írószövetség tagja vagy, ezért akartak belépni az emberek, és tudod, hogy rendkívül nagy gond volt, hogy a szakosztályok milyen alapon vegyenek föl valakit. Mert ugye volt egy olyan szabály, hogy a jelentkező adjon le 3 megjelent könyvet. Na de attól kezdve, hogy itt elszaporodtak a magánkiadások, meg elszaporodtak a kiadók, irtozatosan problématikussá vált a fölvétel, de az világos volt, hogy írószövetségi tagnak lenni, az íróvá avatást jelent. Ez a legfontosabb tapasztalatom. És ez ma is így van. És az írószövetségnek ez a jelentősége egyáltalán nem csökkent. Van az írószövetségnek jövője, vagy sem? Teljes mértékben van. Hát nem, hogy is mondjam neked, egyrészt a saját esztétikai, irodalmi értékeinknek a megbecsülése lehetetlen egy ilyen szervezetnek. Ez a legfontosabb. A másik pedig az, hogy enélkül nem képviselhetjük a magyar kultúrát a külföldi szervezetek, vagy egyszerűen más kultúrák, tehát akár távol-keleti, akár európai, akár amerikai kultúrák irányában, ha nincs egy ilyen szervezetünk. Hát most annak idején emlékszem, hogy az én időben rengeteg küldöttség jött, és én azon röhögtem, hogy a régi szokás szerint mindig küldtek egy tolmácsot. Mondtam, hogy csak akkor küldjetek tolmácsot, ha kínai jön, mert kínaiul nem tudok. Mert másokkal tudtam beszélni azon a 3 nyelven, amin értek. Tehát, francia, angol, német. Tehát nagyon eleven volt a kapcsolat, és gondolom, hogy ezt a kapcsolatot ezt továbbra is elevenen föl kell tartani, és ezt csak egy központi szervezet teheti meg, hát nem lehet magánlakáson fogadni egy angol, vagy egy amerikai, vagy mit tudom én, kínai írót.